Kovács Krisztina a vendégem, a Várfog Galériából, Isten hozott. Köszönöm szépen a meghívást, szia! Hát nektek, akár csak a többi galériának, kiállító teremnek nagyon nehéz éve volt. Valóban sok kihívás van mögöttünk, meg előttünk. Végül is azt mondhatom, hogy abból a szempontból szerencsések vagyunk, hogy mi egy kereskedelmi galériaként működünk, tehát ugye értékesítjük a képeket, és ezért a koronavírus különböző hullámai alatt majdnem végig nyitva lehettünk. Ja, tehát akkor mint üzlet. Igen, végül is. Tehát üzlethelyiség volt a tiétek, és nem galéria, igen, nem kiállító. Igen, így. Hát a kereskedelmi galériák, ugye mi portás művészekkel foglalkozunk, és értékesítjük a képeket. De nagyon fontos az, hogy mindig is... Tehát a kortárs művészetnek a közvetítése az egyfajta missziónk, hogy minél szélesebb körhöz eljuttassuk a művészetet, úgyhogy most, hogy nincsenek rendezvények, nem tudunk tárlatvezetéseket csinálni, nagyon figyeltünk arra az elmúlt egy évben, hogy sok felirat legyen a kiállításokon, tehát múzeumi jellegű kiállításokat csináltunk, minél több információt adjunk át az embereknek a művészeinkről. És a forgalmon ez látszott? Tehát az emberek kevésbé merészkedtek be, ennek ellenére, hogy nyitva volt? Nem. Vagy ez nem tűnt föl nálatok? Nem. Pont ellenkezőleg, most, hogy ugye az elmúlt időszakban a múzeumok zárva voltak, ezért még fontosabb szerep hárult a kortárs galériákra, akik nyitva lehettek. Mi azt vettük észre, hogy nagyon nagy az igény az emberekben, hogy egy kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból, egy lelki feltöltődést kapjanak, színeket, formákat, izgalmas, kreatív világokkal találkozzanak, úgyhogy nagyon sok látogatónk volt a körülményekhez képest. Természetesen ugye mi nagyon szigorúan vettük eddig is az emberekre vonatkozóan, hogy mindent megteszünk, hogy biztonságban érezzék magukat, és hogy senki ne kapja el nálunk a vírus, stb. Tehát, hogy egyszerre csak 10 ember lehet bent nálunk, most is és korábban is ez volt jellemző, kézfertőtlenítés, stb. De így egy nagy tere van a galériának, tehát abszolút be tudtuk tartani a kellő távolságot az emberek között, és hát még a leghidegebb időszakban is nagyon megindító volt az, hogy az emberek kivárták, és az utcán sorba álltak, mindenki türelemmel fogadta ezt, hogy tényleg csak 10 ember lehet bent egyszerre a kiállítótérben, és soha ennyi köszönetet nem kaptunk, mint ezekben az elmúlt hónapokban, hogy mennyire jó jönni és művekkel találkozni, és tényleg elfelejtkezni egy kicsit arról, ami körülöttünk van, és feltöltődni. Más tájak jönnek. Ez a címe a mostani kiállításnak, ami megtekinthető nálatok. Így van. Most, hogy itt a tavasz, és az emberekben ott van az igény erre, hogy szeretnének utazni, szeretnének világokat látni, és egy kicsit, tényleg, ahogy mondtam, eddig is kiszakadni a hétköznapokból. Ezért jött az ötlet bennünk, hogy megint improvizáltunk, tehát ahelyett, hogy folytattuk volna a tervezett programot, hogy akkor egyéni kiállítást rendezünk egy fiatal művészünknek, úgy gondoltuk, hogy inkább legyen egy csoportos kiállítás. A kiállításnak pedig a címét és a témáját végül is azt Újházi Péternek a Más tájak jönnek című műve adta, ami a 81 éves művésznek egy 2015-ös munkája, nagyon önfelett kompozíció és egy kicsit groteszk jelenet is, ahol különböző bolygók jelennek meg, közöttük csatornák nyílnak, papírsárkányt eregető emberek a természetben, de már hirtelen egy másik bolygót látunk, távoli galaxisok tűnnek fel, és ez az, ami inspirált minket arra, hogy akkor kapcsoljunk össze különböző művészeti irányvonalakat, különböző művészi világokat, koncentráljunk a tájakra, az utazásra, és így adjunk az embereknek egy friss, üde kiállítást. És akkor ugye ez csoportos kiállítás, kiknek a műveit vettétek még be, vagy hívtátok még be? Hát mindenképpen a kiállításnak a legnagyobb kuriózuma és különlegessége az Rozsda Endrének egy 1959-es kompozíciója, amit mindenképpen ki kell emelnünk, mert egy csodálatos felfedezés.
nem tudtuk, hogy a kép létezik. Rozsda Endrét már 1999 óta képviseljük, és ugye dokumentáljuk az egész életművet, minden képét számon tartjuk, amiről csak tudni lehet, de erről, ennek a képnek a létezéséről nem tudtunk. És nemrégiben Franciaországból kerestek meg minket, mivel a galéria képviseli Rozsda Endrét, ezért ugye ránk bukkantak, és így találkoztunk ezzel a művel, ami egy páratlanul lírai és izgalmas alkotása Rozsda Endrének, akinek mi már az életkorszakát úgymond ilyen kaleidoszkópos szürrealizmusnak szoktuk nevezni, mert olyan, ha ránézünk egy képére, mintha a formák széttöredeznének kaleidoszkóp-szerű kis apróbb formákkal, tehát olyan, mintha egy kaleidoszkópban néznénk, egy nagyon sűrű szövet az, ami elénk tárul, mert rengeteg festékréteget alkalmaz a művész, különböző színek, csipkelenyomatok, levéllenyomatok jelennek meg. De és a kép azért is érdekes, mert egy elképesztő francia magángyűjteményben volt eddig. Alain Dobigny volt a tulajdonosa, aki Napóleon testvérének, Lucien Bonaparte-nak az ükunokája, György görög dán és királyi hercegnek a keresztfia, és Marie Bonaparte-nek, a híres pszichoanalitikusnak, Freud barátjának is a keresztfia. Tehát el tudjuk képzelni azt, hogy micsoda párizsi millióban lógott, függött ez a kép egy párizsi szalomban, és milyen emberek mozogtak körülötte, és egy hatalmas nagy öröm a Várfog Galéria számára, hogy a munkánk révén a kép hazakerülhetett Magyarországra, és bemutathatjuk a magyar közönségnek. Nem sűrűn bukkannak elő ilyen képek. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez... előfordulhat? Vagy mindenki abban reménykedik, hogy minden galéria arról álmodik, hogy ez megtörténjen, hogy egyszer csak fölbukkan itt-ott egy komoly festőnek a eddig ismeretlen művel? Előfordul, hogy ez megtörténik, de az, hogy egy ilyen kvalitású kép egy ilyen magángyűjteményből felbukkanjon, az tényleg egy nagyon-nagyon ritka dolog, és ezért is mindenképpen szerettük volna kitenni ezen a kiállításon, és abszolút passzol a tematikájában is a kiállításhoz. És aztán visszakerül Franciaországba? Nem, szerencsére itthon talált gazdát, egy magyar magángyűjteményben került, és többször majd tervezzük bemutatni a közönségnek, ha csak lehet. Tényleg ez hogy is van, hogy a magángyűjteményekben, ugye ott is nyilvántartott művek vannak, elkérhetők? És vajon a tulajdonosok hogyan viszonyulnak ahhoz, hogyha pont az ő náluk lévő művet kérik el így kiállításra? Ez fontos, nekünk kulcsfontosságú, hogy a gyűjtőkkel tartjuk a kapcsolatot, és valóban, hogyha olyan a kiállítás, akkor visszakérjük a képeket, hogy be tudjuk mutatni a közönségnek, retrospektív jellegű kiállításokon, vagy akár ilyen esetben is. Ezért nagyon fontos ledokumentálni, hogy mi hova kerül. És hát ugye az a gyűjtőknek is jó, hogyha látja a közönség a művet, egy-egy presztízs helyen lévő kiállítás, az növeli a képnek az értékét, dokumentálásra kerül, felhívjuk rá a szakmának a figyelmét, arra ösztönözhetünk művészettörténészeket, hogy írjanak a műről, dolgozzák fel, és váljon a kutatás részévé. És akkor ugye vannak az olyan típusú képek, amik tényleg egy-egy olyan darab az életműben, ami nem veszhet el, és nem kerülhet magántulajdonba. Ezre mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy ezeket úgy hívjuk, hogy törzsanyag. Ez ellene mond a kereskedelmi galériás tevékenységnek, és mutatja azt, hogy mennyire hiszünk abban, hogy bizonyos képeket nem szabad, hogy szem elől tévesszünk, hogy az a cél, hogy minél több emberhez eljusson, és közgyűjteményekbe kerüljön. Ezért levédünk bizonyos műveket a művészeink életművéből, amik olyan komoly szellemi és eszmei értéket és művészettörténeti értéket képviselnek, ami nem veszhet el. Így például, ha már Rozsda Endréről beszéltünk, az előző kiállításon is láthatta a közönség a kékszakállú herceg várát, ami az egyik legnagyobb Rozsda kép, Bartók inspirálta kép. Az egy olyan mű, ami egyszerűen nem kerülhet magántulajdonba, mert mi van, ha onnan mégse lehet esetleg visszakérni, és arra ki van mondva, hogy csak múzeum vásárolhatja meg a művet. De addig is nálatok van. Nálunk van, vagy a művész műtermében, igen.
Igen, ez egyfajta misszió, hogy tényleg a korunk értékeit észrevegyük, felhívjuk rá a közönség figyelmét, és egy galériának, főleg a Várfó galériában mi abszolút ebben hiszünk, hogy át kell örökítenünk az értékeket a következő generációk számára, és ezért mindent meg kell tennünk, és úgy kell tárolnunk a képeket, úgy kell megőriznünk a képeket, hogy azok kutathatók legyenek a jövőben is. Ugye azt mondtad, hogy főként kortárs művekkel foglalkoztok. Ez, ha valaki elkezd vásárolni képeket, akkor az egy picit mecénás is lesz, hiszen a művészek abból élnek, hogy ha eladják a műveket. Így van, ugye? így van. Ugye ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy tényleg fantasztikus művészek vannak körülöttünk, és alkotnak. És én mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjenek bátran a kortárs galériákba, magángalériákba, ingyenes az összes kiállításunk, a programunk. És különböző árkategóriák vannak. A fiatal művészeknek az alkotása még abszolút elérhető árakon mozognak, és más egy egyedi művel együtt élni, vagy egy nyomattal, amit egy elsőrangú művész csinált, annak a műnek kisugárzása van a lakásunkban, és egy szellemi értéket képvisel. Egészen más egy ilyen művet elhelyezni az otthonunkban, mint mondjuk egy lakberendezési képet, egy bútorképet. Igen, azt hiszem, hogy azért ahhoz nagy gyakorlattal kell már rendelkezni, hogy az ember kiszúrjon egy olyan fiatal művészt és a képét, ami aztán utána, nem tudom én, 20-30 évvel, vagy majd a művész halála után nagyon sokat fog érni. Ez kevesen rendelkeznek ezzel a... Ez így van, de ezért vannak a kortárs galériák, a magángalériák, akik nagyon sokat áldoznak és hisznek a művészekbe, ahol szakemberek dolgoznak, művészettörténészek, és azért kell ilyen kiállításokra elmenni, ismerkedni a kortárs művészettel, mert az változtat a szemünkön is, és akkor egyre jobban majd meg tudjuk ítélni, hogy mi az, ami hozzánk közelebb áll és értéket képvisel, mi az, ami mondjuk álművészet, mert nagyon sok ilyen művészetnek mondott képet festenek és készítenek, de az nem biztos, hogy valóban a művészettörténeti értéket is képvisel. De hogyha elmennek az emberek ezekre az ingyenes programokra, akkor egy világ tárul ki előttük, és ugye nem kötelező vásárolni képeket, nyugodtan be lehet menni ezekbe a galériákba, mert nekünk az a célunk, hogy a középiskolástól vagy iskolás diáktól a nyugdíjas korosztályig mindenkinek adjunk valamit, értékeket közvetítsünk, és örülünk annak, ha minél többen jönnek a kiállításainkra. Az meg már egy következő dolog, amikor az emberben megfogalmazódik az, hogy igen, itt most engem nagyon megérint ez a kép, és meg szeretném vásárolni, és valóban, ahogy mondtad, nem is gondolná az adott illető, hogy mennyiben hozzájárul ahhoz, hogy mondjuk az adott művész tovább tudjon menni a pályáján, hogy a művészeknek is milyen fontos az, hogy a közönség szeresse az alkotásaikat, és mennyire megerősíti őket az alkotásban az, hogyha mondjuk ugye megvásárolják a műveiket. És hogyan próbáljátok meg fölfedezni azokat, akiknek a művei aztán tényleg olyan igazán értékesek lesznek? Tehát már a képzésük során, tehát figyelitek a fiatal alkotókat, vagy vannak esetleg olyan nem a hivatalos úton képzett fiatal művészek, akikre rá lehet bukkanni? Az egyetemeket szoktuk nézni valóban, tehát ugye a Képzőművészeti Egyetem, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem, és itt még sorolhatnám, figyeljük azt, hogy kik milyen csoportos kiállításokon szerepelnek, ilyen fiatalok, el szoktunk menni a diploma kiállításaikra, azért ez egy... A magyar kortárs színtér az egy nagyon sokszínű közeg, de azért egy kicsi színtér is, tehát, hogy itt különböző platformokat figyel az ember, és most már azt kell, hogy mondjam, a social médiát is, tehát az Instagramot, Facebookot, stb. Ott is terjednek a hírek, és nyitott szemmel járunk. Van egy projektrumunk, ami egy kisebb tér, és ott arra is törekszünk, hogy a fiatal pályakezdő művészeknek adjunk egy ilyen bemutatkozási lehetőséget.
Igen, vannak ezek a tehetségkutatók, ahol fölbukkan olykor egy-egy, mondjuk egy olyan, olyan hangú énekes, aki addig háziasszony volt, és egyszer csak hát ilyen kincs volt valamelyik lakás mélyén. Ugyanígy ez előfordulhat képzőművészeti alkotásokkal is? Tehát mondjuk egy hozzám hasonló korú nő besétál a hón alatt egy nagy mappával, és kinyitjátok, és csodálatos, és soha még senki nem hallotta, mert magának festegetett. Ilyen előfordul? Nem, ilyen nem sűrűn szokott előfordulni. Sőt, amióta én a Várfog Galériában vagyok, ilyen azért nem fordult elő. Általában azért nálunk ez egy nagyon fontos dolog, hogy megfelelő képzésben részesüljenek a művészek egyetemi oktatásban. Vannak autodidakta őstehetségek is, tényleg arra is tudunk példát, hogy zsigeri alkotó és elismert magyar művész, de ez azért egy nagyon-nagyon ritka dolog. Ahhoz, hogy egy alkotó fejlődni tudjon, és megfelelő irányba tudja kamatoztatni a tehetségét, mert nagyon sokakban benne lehet az, hogy tehetséges-e a rajzolásban, az alkotásban. De ugye Szirtes János művészünk is azt mondja, aki a Moholy Nagy Egyetem média design tanszékének az alapítója volt, hogy ő bárkit meg tud tanítani, festeni. Nem attól lesz igazán jó művész valaki, hanem hogy ott van egy gondolat is, valami plusz, valami olyan talentum, ami nem mindegyikünknek adatik. Tehát, hogy ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy lehet, hogy ott a talentum, ott van a képesség is, de én nekem személy szerint az a tapasztalatom, hogy azért kell egy mester, aki jó irányba tereli azt a tehetséget, aki felhívja a figyelmét az alkotónak arra, hogy itt van egy elfestés, ezt itt figyeljen erre vagy arra a szerkesztési módra, valahol elbillen a kép, hogyan lehetne még tökéletesíteni. Tehát, hogy sokszor szükség van erre, és azt gondolom, hogy az alkotásban is szükség van az alázatra, meg az én munkámban is, mint művészettörténész, szükség van az alázatra és az odaszánásra, hogy ezt tényleg hivatásnak éljük meg, és ebbe tudjunk élni. Tehát a művészeknél is nagyon fontos az, hogy rendszeresen alkossanak, hogy benne legyen a kezükben az alkotás, vagy az idea ott mozgolódjon az agyukban, az a legszerencsésebb, mert sokszor érezi azt az ember, hogy bizonyos alkotóknál mondjuk egy sorozat még kiforratlan, még nem dolgozta ki azt megfelelő módon, stb. Tehát, hogy mindenhez idő kell, és gyakorlat, és igenis az alkotáshoz is egy ilyen odaszánás kell. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy én vasárnaponként festek egy képet keftelésből. Tehát, hogy ez egy másfajta kategória, az is egy fantasztikus dolog, önkifejezés és kreativitás. De nekünk az a célunk, hogy művészekkel dolgozzunk együtt, akik a művészettörténet részei, vagy annak a részévé válhatnak, mert olyan egyediséget képviselnek, olyan technikai tudást, olyan gondolatiságot, olyan komplexitást, ami tényleg nem mindenkinek adatik meg. Akkor zárásul tényleg beszéljünk akkor az igazi művészekről, és akkor az úgy van, hogy ti hívjátok meg a kiállításra, vagy gyakran jön tőlük a vágy, hogy annyira szeretném megmutatni az új rajzaimat, festményeimet? Nagyon sok portfóliót kapunk, de mi egy állandó művészkörrel dolgozunk együtt, persze abban is lehetnek ilyen változások, meg ahogy mondtam, van a projektrumunk, ahol fiatalokat is bemutatunk. Az állandó művészkörünket pedig ugye folyamatosan képviseljük, tehát rendszeres jelleggel rendezünk neki kiállításokat. Pontosan, ahogy mondtad, hogyha van egy új sorozata a művésznek, ami úgy gondoljuk, hogy ezt most mindenképpen be kell mutatni, és ő is nagyon szeretné, mert ez egy kiforlott, komplex dolog, akkor neki rendezünk kiállítást. Ha vannak évfordulók, mint például François Gillot, aki galériánknak a kiemelt művésze, az idén 100. születésnapját ünneplő világsztár, aki Picasso mellett volt 10 évet, Paloma és Claude Picasso-nak az édesanyja, az ő képe is egyébként most láthatóak, ezek a mástályak jönnek csoportos kiállításunkon, de idén, ugye november 26-án lesz François Gillot 100 éves. Ő a 20. századi művészeti fejlődésnek az utolsó élő tanúja, és egyértelmű az, hogy az évet az ő nagy jubileumi kiállításával fogjuk zárni.
És akkor a művészeknek van, mondhatjuk azt, hogy a művészeknek van galériák, a galériáknak vannak művészeik, és a galériák között együttműködés van, vagy konkurencia? Hát ugye egyrészt azért konkurencia is, hiszen ugye mi magángalériák vagyunk, és ugye eladjuk, kereskedünk a műtárgyakkal, de ahhoz, hogy minél szélesebb körhöz eljutassuk a kortárs művészetet, ahhoz együttműködésre van szükség, és ezért nagyon fontos a Kortárs Galériák Egyesülete, amikor közös programokat csinálunk, mint például a Gallery Weekend, ami nem sokára megrendezésre kerül júniusban. Ilyenkor összefognak a galériák, és együttesen hirdetik a magyar közönségnek a kortárs művészetet, mert valóban, ami nekem jó, az a másiknak is jó, és a művészek erősíthetik egymást, a galériák erősíthetik egymást, és igenis én azt érzem, hogy sokkal nagyobb szükség van az összefogásra manapság, főleg ezekben a nehéz időkben, mint az, hogy rivalizáljunk és versengjünk egymással, mert ugye az viszi előre a dolgokat, hogyha egy közös nemes célért együttes erővel tudunk összefogni. Kovács Krisztina, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Én is nagyon köszönöm.